Szórek Katalin népdalénekes volt a vendégem. Amellett, hogy augusztus 20-án városunkban lép fel, arról is beszámolt, hogy a Középkereszt érdemrendet vehette át március 15-én. Köszöntöm stúdió vendégem Szórek Katalint, Liszt Ferenc díjas és Kossuth díjas népdalénekest és előadó művészt. Köszöntöm. Nos, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát ugye több apropóból is itt van ma nálunk. Először is gratulálni szeretnék a legfrissebb elismerésekhez. Az egyik az a Jane Monnet emlékérem, a másik pedig a Magyar Érdemrend Középkeresztje, amit láthatnak is a nézők, hogy több részből áll. Mit is kell tudnunk ezekről? Hát mit is kell tudni? Gondolom ez egy több évtizedes munkának a gyümölcse. Először is? Igen, igen, igen. De az az igazság, hogy az ember, amikor alkot, akkor tényleg a közönség szeretetért történik mindez, meg hát magam lelki nyugtatására is szól a dal. De hát úgy látszik, hogy figyelnek azért egyesek arra, hogy az ember mit is tesz le az asztalra. Tehát eddig ugye 37 lemezem jelent meg, most megyek éppen ma a nyomdába a 38-ért. Úgy látszik, hogy ez mind beért. És ennek a gyümölcsét lehet ilyen mindenféle díjakban látni. A Magyar Érdemrend Középkeresztjét mikor vehette át, és hogyan zajlott, hogyan képzelhetjük el ezt az eseményt? Mert ugye gondolom, nem egy hétköznapi dologról van szó, nyilvánvalóan. Nem hétköznapi dolog, igen. Ezt március 15-én adta át Áder János, köztársasági elnök úr, Orbán Viktor mellett, és ez a parlamentben zajlott, tehát nagyon szép ünnepélyes keretek között. Ekkor adták át egyébként a Kossuth díjakat, a Széchenyi díjakat is. Úgyhogy nagyon-nagyon megható és szép alkalom volt. Mielőtt itt visszakalandoznánk a múltba, és ahogy ön is említette, a munka gyümölcseiről beszélgetnénk, először is nézzük meg, és már előjáróban említsük meg, hogy ugye Szentendrén augusztusban láthatjuk önt koncertezni. Mikor lesz ez pontosan, és hol láthat a kedves közönség? Ez pont augusztus 20-án lesz, igen, a Városháza udvarán. Ugyanis ez a dalüzenet, ami most készül el, ezt nagyon kedvesen támogatta a Szentendre városa önkormányzata is, és a Versegi úr, a polgármester úr nagyon szép ajánlósorokat is írta ez a lemezhez. És hát több apropója is van, hogy miért pont Szentendrén fogjuk bemutatni, mert ugye a Kriszbai Gergely tervezte a lemezt, és a Deimb Balázs. Most itt ilyen sok-sok Deim között kerestem, a Deim Balázs készítette a fotót. Akkor egyértelmű volt, hogy Szentendre a legideálisabb. Igen, kötődése Szentendréhez ennek a lemeznek, igen. Tudja már, hogy a lemez bemutatáson kívül mik lesznek azok a plusz, azok a számok, amiket mindenképpen szeretne elénekelni a szentendrei közönségnek? Hát ez a dalüzenet, ez egy eszencia az elmúlt néhány évtizednyi munkámnak, és itt minden régi szám újra hangolva lesz. Mégpedig néhány fiatal zenésznek a jóvoltából, például Cserta Balázs jóvoltából, a régi zenészek közül a Kis Ferenc lesz, de lesz egy tanítványom is, a Sasvári Bori, akivel együtt énekelek, akinek átadtam a pedagógiai munkám egy részét. Ugye korábban a Timár Sári kapta meg a tanítványaimat, és most néhány éve pedig a Sasvári Borinak adtam át a tanítványaimat, mert úgy gondoltam, hogy ennyi volt, és inkább a családom, az unokáidra fókuszálok most minden egyéb dolog mellett, koncertek mellett és egyéb teendők mellett, és hát lesz például szerb dallam is, ami ide kötődik, Budakalászhoz, meg Pomászhoz, meg hát egyéb különböző etapokat, különböző ciklusok, illetve különböző témakörök közé vannak válogatva a dalok, úgyhogy nem meg fogja hallani a közönség, tehát mindenről szó lesz. Hát ez azt jelenti, hogy ön mellett majd láthatunk egy tanítványt is, Sasvári Borit, akit igen, említett. Igen. Mit, hogyan kell elképzelni, ő végig ön mellett lesz, vagy pedig egy-egy nem, dalnál? Nem, néhány dalnál fog közreműködni, igen, igen. És hát ez az a műsor, ez végül is az egész mindenféle életbeli rezdülésre, mindenféle érzelmi rezdülésre ráhangolódik.
dalokon keresztül, mert ugye a dalok azok üzennek nekünk méghozzá. Hatalmas életbölcsességeket tartalmaznak, és itt több évszázados dallamokról van szó, tehát itt a kollektív tudatalatból előhívjuk a örömeinket, bánatainkat, és mindenféle érzelmi skála meg fog jelenni ezen a koncerten. Most már egy picit talán visszamehetünk a múltba, és beszéljünk önről így arról, hogy hogyan is kezdődött ez az egész. Azt, ha jól tudom, akkor Kovács Kati volt az, aki annó annak idején a példaképének mondott, ezt jól tudom, és hogyan volt, hogy pont őt választotta? Hát igen, ez érdekes dolog. Én egyébként nagyon nem akartam énekes lenni, sőt, nem szeretem azt, hogy minden szem rám irányul, most már ugye azért lassan megszokom, de annak idején ugye 10 évesen volt a 68-as Tánzzal Fesztivál, ez egy óriási dolog volt, akkor néztük a televíziót, mint csehszlovák állampolgárként néztük, és hát fantasztikus, elementáris erővel hatott rám az ő személye. Egyszerűen egy energikus nő, aki vibrált, és ez nagyon tetszett nekem, meg hát a szörény számok és az illés számok is nagyon a szívemhez nőttek, mert óriási dolog volt, hogy magyarul szóltak a mi érzelmeinkről, és hozzám is szóltak a dolog. Tehát ez nekem, engem nagyon megfogott, és bizony tínédzserként nagyon sok táncdalfesztiválon is énekeltem. Párhuzamosan táncoltam népi táncot a Palóc, főleg Püspöki Palóc tánc együttesbe, és mellette táncolt is énekeltem, és nekem akkor úgy megfért a kettő egymás mellett, mert nagyon nyitott voltam. Tehát ki akartam magam próbálni minden téren. Kíváncsi voltam, hogy mi mindent lehet magamból kihozni. Festettem, sportoltam, tehát, de ez így van, minden saját diákjaimnál is láttam, hogyha szép hangjuk volt, akkor egyéb területen is nagyon jól helytáltak. Tehát ez úgy látszik, hogy az ilyenfajta készségek, ezek párosulnak más-más készséggel is, és ez művészi készséggel is, ez egy jó dolog. Tehát hát én is ilyen voltam, hogy ilyen kíváncsi természet, és mondom, mindenben ki akartam magam próbálni. Úgyhogy nagy élmény volt, és amikor például Szörény Levente 50 éves volt, pont Kovács Kati mellé őt kerültem, és hát akkor árultam neki el, hogy neki köszönhető, hogy én énekes lettem. Igaz, hogy más műfajtban folytattam ezt az énekesi munkát, de én úgy éreztem, hogy azért a népdal sokkal mélyebb érzelmeket hordoz, és sokkal komolyabb is, és nekem valahogy az én habitusomhoz ez is jobban illett. Ha azt jól tudom, akkor először volt a könnyű zene, ami így megtetszett önnek, aztán pedig mégiscsak a beat zene. Erről mit kell tudni, erről a területről, vagy beat ez zene? Valóban így ez, volt? Ez a könnyű zene, ez. Akkor a népdaléneklés az egyértelműen a könnyű zene kategóriába sorolható, és akkor hát ezen... én nem sorolnám a könnyű zenekot, ez egy nagyon is komoly műfaj. Sőt, ezt akkor éreztem leginkább, amikor néhány jótékonysági koncerten komoly zenészek mellett kellett a népdalt énekelnem, és hihetetlenül megfért a kettő egymás mellett. És ugyanaz a minőség volt számomra, legalábbis is a közönség számára is. Tehát sokszor úgy néhányan ugye lenézik a népdalt. Nem lenne szabad, mert ha megfelelő helyre, megfelelő körítésben van előadva, az ugyanolyan komoly és ugyanolyan fontos, ugyanolyan fontos, mert mindennek ez az alapja a népzene. Egyébként, hogyha zenével akarunk foglalkozni, az a legjobb, hogyha népzenét veszük alapul. Például a zeneiskolában is, akik hangszereket tanulnak, például Kodá is mondta, hogy először az énekléssel kell kezdeni a tanítást, mert az alapján tudja az ember később a zenét is jobban megérteni, hogyha népdalaikat megismerjük. Ha egy személyes megjegyzést megenged, én mostán mindig azt érzem, hogy népzenét kell hallgatnom pont ezért, hogy dúdolgatni lehessen. Megnyugtat. Ez a miénk. Tehát a gyerekeknél is látni, hogy ez az ő zenei világuk, tehát ez egy természetes zenei világ, amivel élni kell, használni kell a mindennapokban is. Az augusztusi fellépés mellett még egy szentendrei helyszín köthető a nevéhez, az pedig a Vujicic Tihamér Zeneiskola, ahol tanár volt, nem kevés ideig. Igen, hát több mint 20 évig tanítottam, igen, és nagyon szerettem egyébként. Meg én nagyon diákpárti vagyok, nagyon a gyerekeknek a szemszögéből nézem a világot is, hogy mi az, amit
én tudok nekik adni, segíteni, és lelkileg biztos, hogy fontos volt nekik az, hogy személyre szabottan csak rájuk figyeltem abban az egy órában, amíg tanítottam őket, mert azt látom, hogy nagyon le vannak terhelve a gyerekek az iskolában. Tehát sokszor úgy jöttek, hogy teljesen kikészülve, fáradtan, és először úgy meg kellett őket nyugtatni ahhoz, hogy tudjunk énekelni, és meg tudjanak nyílni. És hát a tanítás folyamán is nekem az volt a fontos, hogy mindenki a saját maga személyiségét, a saját maga hangját megtalálja. Mert az életben is aztán sokkal jobban boldogulnak azok a gyerekek, akik tényleg el tudják önmagukat fogadni olyannak, amilyenek. Tehát ez egy ilyen személyiségfejlesztő munka is volt a daloláson keresztül. Minek volt minek tudható az be, hogy ugye így 20 év után mégiscsak a pedagógiai pálya így abba maradt, ugye az unokázást azt már kiemelt. Hát igen, az unokázás is, meg hát volt egy nagyon szerencsétlen törvény, hogy ugye nyugdíjas, én művészeti nyugdíjas voltam, és hát a nyugdíj mellett nem lehet közalkalmazottként dolgozni, volt egy ilyen rét. Úgyhogy aztán ezért döntöttem, hogy inkább akkor most abba hagyjuk a pedagógiai munkát, de hát én most is tanítok ilyen módon, hogy kiállok a színpadra, és énekelem a dalaimat, mert tényleg minden dallal üzen az ember, és nevel, és próbálja a világot jobbá tenni. Mert a művészetnek ez is a célja. Hogyha egyetlen egy emléket kéne még így a Vujicic Tihamér zeneiskolánál kiemelni, akkor mi lenne az így a pedagógiai pályáról? Hát nekem mindig az volt a nagy öröm, amikor a gyerekeket láttam, hogy boldogulnak. Tehát amikor kiálltak énekelni, soha nem kellett megadni a hangot, mert kialakult bennük az a fajta magabiztosság, hogy el tudták kezdeni önállóan. Tehát nekem mindig ez volt a célom is, hogy ha én nem vagyok ott mellettük, mindig azért érezzenek ott, hogy ott vagyok velük, de bármikor meg tudjanak szólalni. Úgy is, hogy nem fogom a kezüket, csak érezzék, hogy mégis ott van a jelenlétem. És ez egy nagy dolog, és hát a tanítványaim közül rengeteg gyerek választotta, rengeteg diák választotta a zenei pályát, ugye a Tímár Sári, a Sasvári Bari, Völner Eszter, aki komoly zenei pályára ment, de Orbán Bori például Sanzon terén nagyon szépen énekelget, most nem régiben hallottam épp egy kiállításon, úgyhogy gyönyörűen meg tud szólalni, és az érzékeny lelke pont a Sanzonban tud teljesen kiteljesedni. De hát például Lábas Vigy, aki a Margaret Highland énekese, ő is járt hozzám magánórákra. Tehát sorolhatnám a diákokat. És ez egy jó érzés, hogy azért az én, hogy mondjam, tehát az én kis munkám is ott van abban a teljesítményben, amiket ők nyújtanak, és ez egy jó dolog. Sasvári Borit ugye már őt kiemelte, hogy vele is együtt fog énekelni. Igen. Jellemző, hogy a volt tanítványaival tartja a kapcsolatot? És ugye itt említettük a készfogás, de azért mégiscsak egy picit támasz így a jelenben is. Igen, igen, ez persze kíváncsi az ember, hogy élik az életüket, és hogy mire jutnak. Tavaly is például összejöttem néhány diákkal, és mondtuk, hogy ezen a nyáron ismét megismételjük ezt a találkozást, mert jó volt velük együtt, mindenki beszámolt, hogy alakul az élete, és ez egy jó dolog, hogy tudunk egymásról. Na most akkor így a pedagógiáról kanyarodjunk egy picit a világba, bármerre, mert ugye nem kevés országba lépett fel. Mik voltak ezek pontosan, és mit vett észre, hogy hogyan fogadják ezeket a népdalokat más kultúrában? Hát igen, itt több mint 40 országban megfordultam, tényleg Japántól, Észak-Amerikáig, Dél-Amerikáig, mindenfel, Európa szinte minden országában. A népdalnak mindenhol nagy keletje van, sőt, számtalanszor tapasztaltam azt, hogy a népdalnak köszönhetően sokan még a magyar nyelvvel is próbálkoztak, hogy megtanulják, hogy egy kicsit is értsék ezt a csodálatos, gazdag nyelvet, amit nagyon nehéz lefordítani más nyelvre. Például az angol nyelv nem tudja visszaadni ennek a nyelvnek a szépségét. Például számtalanszor volt, hogy ugye le kellett fordítani a népdalok szövegét angolra, hogyha megjelent egy-egy CD. Nagyon nehéz egyébként visszaadni, mert megvan a varázsa, és ez egy jó érzés, hogy ez magyarul is tud hatni a világ bármelyik részén. Mert az érzelmek azok ugyanúgy átmennek az emberek, másik emberhez, nek a lelkébet is meg tudjuk érinteni ezekkel a dalokkal, még hogyha nem magyarul szólnak akkor sem, akkor is. És egyébként én nagyon sokszor nem csak magyarul énekelek, hanem Közép-Európa népeinek
nyelvén, és ez is egy jó dolog, tehát, hogy látják, hogy ez a régió mennyire gazdag a folklórkincsünkben, és mennyi kölcsönösség is van a népek dalaiban. Japánt azt már kiemeltük külön, hogyha egyetlen országot kéne kiemelni e közül a 45 ország közül, vagy már hát ennél körülbelül is több? Nem is, én már nem számom, hogy jó ideje. Igen, akkor melyik lenne az, ahol azt érezte, hogy na ebben az országban volt az, ahol a leginkább hatást gyakoroltam az emberekre a dalaimmal. Hát ez azért nagyon nehéz, mert különböző helyszínek voltak. Volt, amikor fesztiválon szerepeltem, volt, amikor kórházban például. Hát például Münchenben, az egyik legnagyobb kórházban a betegeknek énekeltünk zenészekkel, csárdás dallamokat, vidám dallamokat, és volt, aki mankóval állt, és elkezdte ropni a táncot. Na, hát ennél nagyobb siker, hogy elfelejti a baját. Vagy öregek otthonába, Franciaországba, hát ez is megható volt. De Oszlóban, például Norvégiában, ugye óvodákban énekeltem, Kongsbergben is, és az is fantasztikus volt. Tehát úgy nagyon, nagyon nehéz, hogy minek volt hatása. Hát egyébként... Amit én megjegyeztem magamnak, az emberek tekintete, amikor találkozik a tekintet, és ez nagyon sok országban megvolt, akár franciáknál például, nagyon, ők nagyon is érzelmi lények, de az olaszok is például. Tehát amikor találkozik a tekintetünk egy-egy dalnál, az egy fantasztikus dolog. De például az himnusz éneklés is nagyon felemelő volt, amikor Mádl köztársasági elnök urat beiktatták, vagy a bármelyik március 15-én vagy augusztus 20-án a himnusz éneklése. Ez is egy nagyon felemelő érzés mindig megszólaltatni, mert akkor annyira érzem magam mellett azt a több millió magyarnak a lelkét, és akkor az ember úgy próbál énekelni, hogy mindenkiért szóljon az a himnusz és az a szózat. Mit lehet tudni, vagy lehet-e már tudni, hogy lesz-e következő ország, ahova készül? Hát... Mindig próbálunk, itt turistaként is azért próbáljuk a világot úgy föltérképezni és fölfedezni, de mindig olyan helyekre próbálunk menni, ami kevésbé turista látványosság, hanem inkább ilyen csendes, nyugodt helyeket próbálunk találni. Hát most is törjük a fejünket, hogy hová menjünk. Lehet, hogy visszatérünk például Grúziába, mert nagyon régen voltunk ott, és nekem az a Kaukázus környéke az is egy nagyon fantasztikus világ volt, még annak idején a kommunista érában voltunk, és most kíváncsiak vagyunk hosszú évtizedek után, hogy vajon mennyire változott ott meg a világ. Műsorunk végéhez közeledve én mégiscsak visszatérnék az új lemezhez, és egy picit még ezt részletezném, hogy ugye azt már említette, hogy ez a leginkább, amit a megérett gyümölcsök közé lehet sorolni, ha népdalokról van szó. Mit lehet róla tudni, mit tudhat már róla a közönség? Hát ezek most, ez a dalüzenet, ez három élő koncertfelvételből tevődik össze. Tavaly Kapolcson is volt bemutatója ennek, aztán Csíkszeredán is volt a Héttorony Fesztivál keretén belül, november elején, és aztán az őszi fesztiválon Párkányban, és ebből a három koncertből áll össze ez a lemezanyag, tehát élők van benne, taps is, tehát egészen másképpen szólnak szerintem a dalok, mint hogyha egy stúdióban, egy steril stúdióban lett volna felvéve. Mert ott azért a közönsége és az ember párbeszédet folytatott, nem csak a daloláson keresztül, de azért meg is szólította őket az ember, és úgy benne van ebben a feelingben, ebben az egésznek a levegőjében, hogy ez egy élő koncertfelvétel anyag. Ez mennyire volt fontos, hogy élő koncert, vagy ez terv volt, eleve koncepció volt? Igen, úgy gondoltam, hogy ezt el kell készíteni, így meg kell örökíteni ezeket a emlékképeket. Igen. Volt már előtte ilyen? Volt ilyen, igen, egy spanyol turnénak a lemezanyagát is, a Life, az is például ilyen lemezanyag volt. Igen, de ez már nem is tudom, a 90-es évek elején volt. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen. Szvorák Katalin, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész. Köszönöm szépen.